Get ready. A tavaszi Spin-off Klub beszélgetés sorozat záró eseményén felkerült a csizma az asztalra. Ezúttal ugyanis a vállalkozás egyik legfontosabb építő anyagáról, a pénzről volt szó. A klub vendége Beck Zoltán, az MNT üzleti tanácsadó Kft. Tulajdonosa volt, aki korábban pályázatírás és elbírálás terén szerzett tapasztalatokat, ma pedig teljes körű vállalkozási tanácsadással foglalkozik. Szerinte már az első üzleti terv megírását is érdemes szakértőre bízni, hiszen egy vállalkozás sikeressége szempontjából már az sem mindegy, hogy milyen cégformát választ valaki. Kell egy szuper jó üzleti ötlet, ami piacképes, reális és megvalósítható. Mert magában az nem elég, hogy van egy jó ötletem, annak reális és megvalósíthatónak kell lennie, és szerintem ahhoz már magát a finanszírozást az könnyebb megszerezni, mint akkor, hogyha egyébként maga az üzleti ötlet még nem elég kiforrott. Mindenképpen szükséges egy jó üzleti terv, ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy az üzleti terv az olyan, mint egy háznak az alapja. Hogyha az elég széles és stabil, arra már lehet építkezni, hogyha ott valami hiba csúszik a számításokba, mert nem jó anyagokból dolgoztunk, stb., akkor az a ház előbb-utóbb összedőlhet. És azt szoktuk javasolni, hogy egy vállalkozónak a saját vállalkozására érdemes koncentrálnia. Foglalkozzon azzal, amivel ő szeretne, amiben ő a legjobb, legyen az egy ruhakészítés, egy tervezés, vagy egy weblapkészítés, vagy bármi. És az összes többi dolgot, a könyveléstől kezdve az üzleti tervírás, pályázati írás, stb., ezt hagyja meg azoknak a szakértőknek, akik meg ebben a legjobbak. Az előadás során szó esett még a fiatalok vállalkozás indítását segítő lehetőségekről, és arról is, hogy nem kell tartani a bankhitelektől, vagy a kockázati tőke bevonásától sem, ha tényleg jó az a bizonyos üzleti terv. Ki az, akinek van már saját vállalkozása? És ki az, aki tervezi, hogy saját vállalkozást indít? Szuper. Akkor ez azért jó, mert vannak jó híreim. Nagyon sok lehetőségetek van vállalkozást alapítani, de még mielőtt eljutunk a konkrét lehetőségek ismertetéséig, addig azért szerintem körülbelül egy 3-4 óra, 1 óra el fog telni a saját mondókámból. Azt kérték, hogy próbáljam kitölteni az időt egy másfél órás előadással. Majd szóljatok, hogyha időnél vagyunk, hogy legyen elegendő rész a kérdésekhez is. Jó? És még mielőtt elkezdeném az előadásomat, szeretném megosztani veletek, hogy mi ennek a mai alkalomnak a célja a számomra. Az első az, hogy azok, akik még nem rendelkeznek saját vállalkozással, de saját vállalkozás létrehozását tervezik, őket szeretném bátorítani a mai alkalommal, hogy mindenképpen vágjanak bele. A második célom az az, hogy elmondjam, és elmondjuk majd alkalomattán, hogy ezt mégis hogyan kezdjétek el, hogyan vágjatok bele egy saját vállalkozás létrehozásába. És a harmadik célom, mint vállalkozó, az az, hogy elmondjam azt, hogy mi és az MNT Kft. Nevű saját vállalkozásom mi az, amiben tud nektek segíteni. Jó, tehát e három gondolat és cél mentén építettem fel a mai előadásomat, és akkor el is kezdeném. Ez most lehet, hogy egy picit hosszú lesz, de szeretnék hosszabban bemutatkozni nektek, és elmesélni a saját sztorimat, hogy hogy jutottam el egészen idáig, és hogyan hoztam létre a saját vállalkozásomat. Annak ellenére egyébként, hogy amúgy nem szoktam hosszasan bemutatkozni, annyira nem szeretek, de most valamiért úgy éreztem, hogy szerintem erre szükség van. Tehát Beck Zoltánnak hívnak, én Somogy megyében születtem, minden apró részletet nem fogok ezzel kapcsolatban elárulni. Ami a lényeges, hogy középiskolában is egy közgazdasági szakközépbe jártam, már egész kiskorom óta érdekelt a számok, pénzügyek világa,
Az egyetemet Pécsen végeztem a közgázon, és talán amit még fontos kiemelni, az egyetemi, illetve a középiskolai tanulmányaim alatt is diákszervezetekben aktívan tevékenykedtem, mindig valamilyen vezető pozíciót töltöttem be, és hogy hogyan ismerkedtem meg a pályázatok világával, ez most már egy 10 éves sztori, pedig még csak 29 éves vagyok, tehát nem egészen 20, ilyen 19 éves koromban. Mi vidéken létrehoztunk egy civil szervezetet, egy ifjúsági egyesületet, és azért, hogy legyen forrásunk rendezvényeket, programokat szervezni, eszközöket beszerezni, bizonyára, ha valakik közületek valamilyen civil szervezetnek az aktív tagjai, akkor szembesülnek azzal, hogy hogyan szerezzenek forrást a saját céljaik elérésére. És ugyanezzel szembesültünk mi is annak idején, ilyen kis fiatal lelkes amatőrként. És aztán elkezdtem foglalkozni pályázatokkal, elolvastam pályázati felhívásokat, ami ugye egy rövidített változata annak, hogy mire lehet pályázni, ki tud pályázni, milyen összegre lehet pályázni, milyen határidővel, és mit lehet elszámolni. És aztán elolvastam a pályázati útmutatókat, és úgy gondoltam, hogy szerintem nekem ez menni fog, megpróbáljuk, tehát engem erre senki soha nem tanított. Soha semmilyen tanfolyamot, ilyen pályázatírói tanfolyamot nem végeztem el. Saját kutfőből kezdtem el ezeket az egész pályázatos dolgokat elkészíteni, és aztán az első pályázat, már arra pontosan nem emlékszem, hogy nyert vagy nem nyert, a második nyert, a harmadik megint nem nyert, és aztán egyre nagyobb arányban nyertük a pályázatokat, és egy kis pici vidéki egyesületnek 3-4 év alatt körülbelül 20 millió forintnyi pályázati forrás sikerült szereznem. Ebből volt egy 10 milliós játszótérfejlesztésünk, volt 4 millió forint értékben ilyen rendezvény és programszervezés, aztán minden egyesületi tagnak beszereztünk egy saját kerékpárt 1,5 millió forintból, és még lehetne hosszasan sorolni. És ez annyira jól ment ott abban a kis községben, hogy az ottani települési vezető megkeresett azzal a céllal, hogy dolgozzak az önkormányzatnak, és ők terveztek több komolyabb beruházást, aminek az előkészítése akkor már folyamatban volt, már az elsőkörös pályázatokat megírták, és én ezt elfogadtam, úgyhogy egyetem mellett egyébként főállásban elkezdtem dolgozni, és az egyetemet is nappali tagozatos hallgatói jogviszony keretében fejeztem be. 2 évig dolgoztam ott ennél a vidéki önkormányzatnál, hát körülbelül ilyen 1,5-2 milliárd forintnyi pályázati forrás sikerült szereznünk. Kompletten megújítottuk az iskolát, az egészségügyi központot, művelődési házat és egy csomó mindent. És aztán ennek a 2 évnek köszönhetően sikerült felvételt nyernem egy állami intézménybe. Ha valaki valamennyire képben van a pályázatok világában, akkor korábban egy pár évvel ezelőtt léteztek úgynevezett közreműködő szervezetek, akik operatív szinten kezelték a különböző pályázatokat. És én az egyik ilyen közreműködő szervezetnél dolgoztam majdnem 3 évig. Ezt úgy hívták, hogy KICS ZRT, ez a Közlekedésfejlesztés Integrált Közreműködő Szervezetnek a rövidítése. Mi kezeltük az előző ciklus legnagyobb operatív programját, ez a közlekedési operatív program volt, ami körülbelül 2000 milliárd forintos keretösszeggel valósult meg, és az összes kiemelt közbeszerzési projekt, illetve közlekedésfejlesztési projekt ebben valósult meg. Én akkor bizonyos szempontok alapján 350 milliárd forintnyi pályázati forrást kezeltem, ez összesen 62 kiemelt projekt. Itt dolgoztam 3 évig, és volt egy kormányzati szándék, ami annak idején beolvasztotta ezeket a közreműködő szervezeteket a minisztériumokba, amivel én személy szerint nem értettem egyet akkor sem, meg most sem. Más kérdés, hogy olyan nagy galiba, hál' Istennek nem lett belőle. És akkor én úgy döntöttem, már egyébként is érlelődött bennem a gondolat, hogy saját vállalkozás létrehozásába vágjak bele. Egyébként is ez volt kiskorom óta az álmom,
és amúgy nem szeretek másoknak dolgozni. Akik ismernek, azok itt az elsősorban ülök nagyjából, ők tudják, hogy én szeretek a saját magam ura lenni, és bizonyára ezzel többen is így vagytok itt a jelenlévők közül. És aztán úgy döntöttem, hogy létrehozom a saját vállalkozásomat. Én nem fogadtam el a minisztériumi ajánlatot, hogy én dolgozzak továbbra is nekik, kétszer annyi munkát, fele annyi pénzért. Úgyhogy akkor kvázi így munkanélkül lettem életem során először, és aztán elkezdtem nagyon komolyan a cégalapítás előkészületeit. Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy akkor már én végeztem egy 3 hónapos képzést, aminek a végén hozzájuthattam ahhoz az uniós támogatáshoz, ami most szintén elérhető, és erről majd később fogok nektek beszélni. Tehát konkrétan így jutottunk el idáig ahhoz, hogy létrehozzam 2014-ben az MNT nevű saját vállalkozásomat. Ha valaki kérdezné, hogy ennek mi a rövidítése, semmi köze nincs a céghez, de a marketing tanácsadóim azt mondták, hogy ezt majd meséljem el egyszer. Ez az MNT, ez egy olasz, ilyen mozaik, ilyen olasz szavakból van összerakva. Muin tirna tire, nem tudom, hogy ki tud olaszul. Senki, én sem amúgy, valamennyire. Fordítani, jó. Akkor, ha most rosszat mondok, akkor légy szíves, hogy ne javíts ki. Jó. Mert amúgy lehet, hogy már rosszul emlékszem, de elvileg vidék népe vagy valami hasonlót jelent. És ebből lett ez az MNT rövidítés, amit tényleg abszolút semmi köze a céghez, de ilyen logó szinten egész jól meg tudták tervezni a srácok annak idején. És akkor 2014-ben létrehoztam a saját vállalkozásomat. Na most egy dolgot még nem mondtam, amire még szerintem érdemes egy picit kitérni, az, hogy én 5 éve vezettem a Fidelitasnak a gazdasági kabinettét. Én erre büszke vagyok, soha nem fogom letagadni, meg se korábban nem tagadtam, ne se a jövőben nem fogom. Én ezt úgy tekintem, mint egy szakmai közösség, aminek 5 éve már én vagyok a vezetője, és az elmúlt 5 évben nagyon sok mindent megvalósítottunk, nagyon sok szakmai programot elértünk, úgyhogy nálam még így ez a történet is játszik. És emellett egyébként úgy hozta az élet, és ezt is őszintén elmondom nektek, hogy a saját vállalkozásom, ez az MNT nevű cég, ez per pillanat nem az én főjövedelmi forrásom. Lehetne az is, és megélhetnék ebből is, de körülbelül cégalapítást követően kaptam egy jó ajánlatot egy Exim Bank nevű intézménytől, nem tudom, hogy így mennyire látszik, ha biztos már hallottatok róla, vagy ilyen olyan okból kifolyólag szembesülhettetek vele. Na most ez az Exim Bank, ők vállalkozásra szakosodott, vállalkozás finanszírozásra szakosodott, teljes mértékben állami tulajdonú intézmény, tehát valamilyen szinten banki finanszírozásban is van egy kis tapasztalatom, körülbelül 3 éve dolgozom ott, és az Eximről azt kell tudni, hogy mi elsősorban a közepes és nagyobb vállalkozások finanszírozásában vagyunk otthon, és bizonyos esetekben a KKV-nak a kisebb kis vállalkozási részét is tudjuk segíteni, és főleg azokat a KKV-kat, akik exportképes KKV-k, tehát exportpiacra tudnak termelni. Jó? Tehát így röviden összefoglalva, ennyi minden az, ami tapasztalat mögöttem áll az elmúlt 10 évből, és akkor rátérünk arra, ha már ennyit beszéltem magamról, hogy mi az, amiért eljöttem, és egyrészt elfogadtam a meghívást, másrészt bizonyos szempontból én kértem, hogy hadd jöhessek, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki ilyen vizsgaidőszak kellős közepén, ilyen szép számban eljött és eljöttetek, és remélem, hogy a vizsga sikeressége nem rajtam fog majd múlni. Tehát az első kérdés, ami ilyenkor megfogalmazottam bennetek, hogy van egy jó ötletetek, de honnan lesz tőkétek? És azt gondolom, hogy ez egy jogos kérdés, de még mielőtt rátérnénk arra, hogy miből lesz tőkétek,
Én nagyon sok mindent szeretnék veletek átbeszélni. Annak érdekében, hogyha nem tudod, hogy hogy vágj bele, akkor mik azok a lépések, amivel el kell, hogy induljatok, és amiket mindenképpen meg kell tennetek annak érdekében, hogy az a létrehozott vállalkozásotok az működőképes és nyereséges legyen. Az első és legfontosabb, amit tudni kell, hogy a megválasztott cég és adózási forma az egyik kulcs tényező, amit ilyenkor figyelembe kell venni, nagyon körül kell járni, át kell gondolni, és ezt nem ilyen érzésre, hogy én most szeretnék egyéni vállalkozó lenni, mert az olyan jól hangzik, vagy hogy szeretném, hogyha legyen egy KFT, mert az menő, hanem ezt nagyon objektív, sokszor matematikai és pénzügyi szempontok alapján kell eldönteni, figyelembe véve egy csomó olyan szempontot, ez most nem tudom, hogy micsoda, véletlenül nyomhattam meg. Jó, köszönöm szépen. Tehát egy csomó olyan szempontot, amit mérlegelni kell a vállalkozás indításakor. Jó. Készültem nektek néhány statisztikával, nagyon sok cikket elolvastam az utóbbi időben, hogy egyébként a különböző vállalkozási formáknak milyenek a túlélési esélyei, és arra jutottam, hogy az egyéni vállalkozások és a társas vállalkozások között túlélési esély szempontjából az utóbbiak állnak a nyerésre. Ez az diagram itt azt mutatja, hogy a létrehozott vállalkozások körülbelül 43-4%-a az egyéni vállalkozás, és a maradék ilyen 56-7-8%-a társas vállalkozás. Viszont most már hála Istennek nagyon sok olyan adat áll rendelkezésre, KSA és egyéb különböző piacfelmérések alapján, amik azt mérték meg, hogy a különböző vállalkozási formákban létrehozott vállalkozások 5 év elteltével működnek-e, és ha igen, milyen arányban. Ezt mutatja ez a második két diagram. Itt az van, hogy az egyéni vállalkozók, azok konkrétan, ez itt egy 30-as szám, 29%-a működik csak 5 év elteltével. Tehát 5 év alatt 71%-uk az egyéni vállalkozásoknak becsődöl. Vagy bezárják, megszüntetik, stb. Jó? A társas vállalkozások, KFT, BT, ZRT egyéb, azok gyakorlatilag ilyen majdnem 45, tehát durván ilyen 44-5%-ban még 5 év után is működnek. Ez azt jelenti, hogy társas vállalkozásként, vagy társas vállalkozóként a túlélési esélyeitek nagyobbak. Jó? Családi vállalkozások. Ez most egy kicsit ilyen zárójeles megjegyzés, hogy itt Magyarországon korábban, főleg a rendszerváltást követően kialakult egy olyan kép a vállalkozókról, hogy azok biztos simliznek, ti is tudjátok, hogy miket gondoltak a vállalkozókról. Gyakorlatilag egy ilyen negatív kép, egy negatív attitűd az, ami kialakult itt a vállalkozókkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy most már ez egyébként változóban van, és most már vállalkozni igazából, hogyha ilyen fiatalosan fejezem ki magam, akkor egyre menőbb lesz. Viszont azt is hozzá kell tenni, és ezt a kollégáim is felhívták erre a figyelmet, és maximálisan egyetértek velük, hogy még korábban vállalkozni idézőjelben úgy volt könnyű, hogy az nem volt egy ilyen nagyon tudományosan megalapozott dolog, mára már ez a vállalkozós díj azért egy elég komoly tudományággá nőtte ki magát, tehát nem lehet csak úgy beleugrani, hogy na, akkor most én létrehozok egy vállalkozást, aztán majd vagy lesz valami, vagy nem lesz, jó? Bocsánat, hogyha ilyen hétköznapi nyelven próbálom megfogalmazni a dolgokat, de azt gondolom, hogy így jobban megértjük egymást. Tehát ma már nagyon-nagyon komoly felkészülést, mérést, piackutatást, egy csomó mindent igényel az, hogy létrehozz egy vállalkozást, és azt sikeresen működtesd.
és főleg egy olyan magyar piacon, ahol gyakorlatilag egy csomó szegmensben, iparágban nagyon-nagyon komoly és egyre éleződő verseny van. Itt mindenképpen szükséges az, hogy nagyon profin, jól felkészülten, jól megalapozottan vágjatok bele a vállalkozásotok létrehozásába és működtetésébe. Itt ezek a számok most sajnos így annyira a feliratok nem látszanak, de azt mutatja ez az első diagram, hogy az Európai Unióban a családi vállalkozások aránya 70%. 70%. Magyarországon a családi vállalkozások aránya 80%. Az EU átlag fölötti. Ilyen szempontból egész jók vagyunk. GDP hozzájárulása a magyar vállalkozóknak, valamit próbálunk állítani? Jó. A magyar családi vállalkozások GDP-hez való hozzájárulása 50%. Tehát az a 80%-nyi családi vállalkozás a magyar GDP felét kitermeli. És az utolsó diagram, ha látszana, az pedig azt mutatja, hogy egyébként az összes magyarországi foglalkoztatott 70%-át ezek a családi vállalkozások foglalkoztatják. 70%-át. Matyi ingatja a fejét. Ezek aktuális statisztikák, tehát azért készültem. Tehát így körülbelül ezek az arányok, és addig még nem megyek tovább, amíg itt a technika helyre nem áll. Azért készültem nektek ezekkel a számokkal, hogy érzékeltessem azt, hogy a egyrészt családi tulajdonban lévő vállalkozások, másrészt egyébként az összes vállalkozás milyen gerincét adja a magyar gazdaságnak. És aztán a következő téma, amire majd rá fogok térni, az az, hogy ezek a családi vállalkozások, és itt van egy tévhit, amit szeretnék elosztani, hogy a családi vállalkozás az nem azt jelenti, hogy van egy fagyizom, és akkor egyedül vagyok benne, és anyuka meg otthon keveri a fagyikrémet, én pedig eladom, hanem a családi vállalkozások alatt azért egész komoly vállalkozásokat is értünk, mert bizonyos szempontból például egy cvak is ide tartozik, bizonyos szempontból, meg még lehetne sok olyan céget sorolni, akik kvázi ilyen családi kézben működnek. Jó? Tehát, hogy a családi vállalkozást azt nem szabad ilyen, megint csak ilyen negatív értelemben venni, hanem ők egy nagyon komoly részét adják a vállalkozásoknak, és akkor úgy látszik, hogy technikában jobbak lettünk, de sokkal nem. Úgyhogy köszönjük szépen. Na de amire szeretném felhívni a figyelmeteket, az az, hogy a rendszerváltás volt a 89-90, mert hogy igazából akkor jött be ez a vállalkozós díj Magyarországon, hát előtt azért annyira nem volt sok magánkézben lévő vállalkozás, főleg nem a szocializmusban, de hogy akkor így hirtelen így mindenki vállalkozó akart lenni, igen, ám csak eltelt közel 30 év. És azok, akik akkor ilyen 30-as, 40-es életkorban lévő felnőttek voltak, ők most már nyugdíjas korúak. Tehát most már 65-70 évesek. És akkor gondoljatok bele, hogy ez alatt a 30 év alatt milyen óriási változás ment végbe a világban. Hát 10 évvel ezelőtt még a okostelefonok se voltak, vagy körülbelül, hát én nem is tudom, hogy akkor kezdték el kifejleszteni őket. Én amikor általános iskolába jártam, akkor még ilyen ekkora mobiltelefonom volt, és maximum egy ekkora kis kijelző volt rajta, most meg egy mobiltelefon gyakorlatilag jobb, mint egy számítógép. És ezeknek a családi vállalkozások tulajdonosainak, ügyvezetőinek, vezetőinek hát nagyon komoly, hogy is mondjam, tehát olyan változás ment végbe, amit azért ők, én azt gondolom, hogy nehezen követtek végig, és nehezen tudtak alkalmazkodni hozzá, nem ebbe a korba születtek, mint amiben ti már gyakorlatilag a mobiltelefont ilyen majdhogy nem óvodáskorban, most nem rossz értelme, de hogy már így akkor megismerkedtetek vele, ők meg mondjuk még be se tudják kapcsolni a számítógépet, egy részük. És akkor lehetne itt egy csomó kimutatást említeni, hogy például a vállalkozások 45%-ának nincs is honlapja, stb. Az a lényeg, hogy a generációváltás az egy nagyon-nagyon komoly feladat lesz
a következő 5 évben? Mert hogy a cégek 30%-ánál minimum ez várható, de ez itt 63% egyáltalán nincs rá felkészülve. És a statisztikák azt mutatják, hogy egyébként, ha meg is történik a generációváltás, akkor az első generációváltást a vállalkozások mindössze 1/3 éli túl. Ha a második generációváltás is megtörténik, akkor azt már, ez itt sajnos nem látszik, de az csak az 1/10 éli túl. Az 1/10. Hogy ez miért van? Nagyon sok cikket elolvastam ezzel kapcsolatban. Azért, mert van egy családi vállalkozás, abban apuka, anyuka, most már lassan nyugdíjas korú, a fiatalok meg ilyen 20-30 év közöttiek. Ők nagyon-nagyon kis, ilyen alacsony százalékban akarnak csak a saját családi vállalkozásban tevékenykedni. Inkább elvégzik az egyetemet, tanulnak 25 éves korig, és aztán inkább elmennek dolgozni egy multihoz, vagy elmennek külföldre, vagy bárhova máshova dolgozni, csak a saját családi cégben ne kelljen. Sajnos ez a tapasztalat. És körülbelül olyan 7-10% az, aki úgy kezdi, hogy akkor ő a saját családi vállalkozásban dolgozik. Egyébként később jóval nagyobb arányban el tudják képzelni, hogy átveszik azt a családi vállalkozást, csak közben az a baj, hogy telik az idő, és a fiatalok igazából a saját vállalkozásukkal kapcsolatban, vagy leendő, hogy így mondjam, tehát a saját családi vállalkozásukkal kapcsolatban egy csomó mindenből kimaradnak, mert nem járnak el apukával tárgyalni, mert nem ismerik a könyvelőt, meg a marketing tanácsadót, akivel egyébként apuka együtt dolgozik, nem ismerik az üzletfeleket, a partnereket, stb. Lehetne sorolni. Tehát igazából így akarva akaratlanul is kimaradnak a családi vállalkozás életéből, és ez később majd ugye odáig vezet, hogy egy csomó vállalkozás emiatt, amikor majd át kell vennie a fiataloknak, az megszűnik, csődbe megy. Na, tehát ennyit körülbelül, ennyit szerettem volna azzal kapcsolatban elmondani, hogy milyen a vállalkozói helyzet itt Magyarországon, és milyen generációváltás előtt van ez a szektor. És konkrétan most már egy picit izgalmasabb vizekre vezünk, mert szépen elkezdjük végigvenni azokat a tényezőket, amikre javasolt odafigyelnetek abban az esetben, hogyha saját vállalkozás létrehozását tervezitek. Amikor kollégáimmal együtt szoktunk leendő fiatal vállalkozókat oktatni, így az ország több régiójában, akkor el szoktuk mondani azt, hogy az első és legfontosabb dolog rögtön az elején, le kell tisztázni azt, hogy egyáltalán a vállalkozáshoz milyen végzettségek és engedélyek szükségesek. Jó? Ez azért fontos, mert amikor mondjuk ezt valaki nem ellenőrzi le, és megalapítja a vállalkozást, akkor utána majd megkapja a levelet, hogy és egyébként ezt és ezt és ezt és amazt kellene felmutatni, és vannak bizonyos tevékenységek, amikhez végzettség vagy engedély szükséges. Ha ennek birtokában nincs, akkor be kell vonni valaki olyat a cégbe, aki viszont ezek birtokában van. Jó? Tehát maga a tervezés az konkrétan innen indul. Hogy ezt hogy tudjátok megoldani? Azt szoktuk javasolni, hogy vagy a helyi önkormányzat munkatársaihoz, vagy a kormányhivatalokhoz menjetek be, és kérdezzétek meg a helyi Marika nénit, akinek elvileg ez a tudás a birtokában kell, hogy legyen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez nem mindig van így. És akkor a helyi Marika néni meg föltelefonál Budapestre, és akkor a budapesti Józsi bácsi meg majd megmondja neki, hogy akkor itt mik kellenek. Jó, innen indul az egész történet. Aztán, amit fontos számításba venni, hogy az a vállalkozás, amit én szeretnék létrehozni, mindegy, hogy most itt egy termelő vagy szolgáltató vállalkozásról van szó, milyen várható bevételekkel és kiadásokkal fog szembesülni.
És ez több szempontból is fontos, adózás, választott vállalkozási forma, áfa alanyiság, nagyon sok szempontot kell itt ennél a kérdésnél mérlegelni. Jó, erről majd egy picit később fogok beszélni. Ami viszont lényeges, az az, hogy milyen vállalkozási formák mellett, bizonyos vállalkozási formákhoz milyen felelősségi szint hárul. És akkor itt lehet arról beszélni, hogy például egyéni vállalkozó esetében saját vagyonommal korlátlanul felelek, BT-nél a beltag felel korlátlanul a saját vagyonával, a kültag pedig a törzsbetét mértékéig, és egy KFT esetében pedig ugye azért korlátolt felelősségű társaság, mert csak a törzstőkém mértékéig vagyok felelős, társaság dolgaiért.